Az egyik oldalon már fűzöldel, a másikon még a termőföld látható. Sétányokkal és parkkal díszített főtér épül Kemecsén. A Zöldváros programban alakítják ki azt a közösségi teret, amely már régi álma volt a településen élőknek. Nekünk egy régi álmunk volt, hogy a városnak legyen végre egy főtere. Ezen a főtéren először elhelyeztük a városházát, majd a járási hivatalt, és ennek a környezetét is rendeztük. Ennek a környezetnek és a térnek a további folytatásához volt szükségünk még forrásra. A Zöldvárosból kaptunk ehhez 360 millió forint fejlesztési forrást. Ez 4 projekt részelemből tevődött össze, és ebben a térnek már egy nagyobb részét meg tudjuk mutatni. Én számokkal szeretném illusztrálni, hogy mi is valósult itt meg. Több mint 3000 négyzetméter felületet térköveztünk. Itt az az a burkolati réteg, amely a térkő alatt található szilárd burkolati kövezés, az több mint 2000 köbméter került alá, és több mint 10000 köbméter földet mozgattunk meg ebben a beruházásban, de ez még így sem elégséges arra, hogy magának a főtérnek a teljességét meg tudjuk valósítani. Én úgy látom most, hogy körülbelül egy olyan 30%-os készültségben vagyunk, és pályázunk majd további forrásokra, hogy tudjuk ezt majd befejezni a jövőt illetően. A mozgáskorlátozott parkoló már készen van, de a térburkolás egy része még hiányzik az új piacon. A szürke épületben egy üzlethelyiséget és több elárusító helyet alakítottak ki. A műszaki átadás átvétel megtörtént, hamarosan birtokba is vehetik az őstermelők a piacot. Én most már elég sok visszajelzést kapok, hogy mikor nyílik meg a lehetőség arra, hogy itt a termelők a termékeiket árusítani tudják. Én úgy érzem, hogy van rá igény, és bízom benne, hogy azt a funkciót, azt a piaci funkciót, hiszen egy üzlethelyiség is, egy állandó üzlethelyiség is elhelyezésre került ebben az épületben, az be fogja tudni tölteni, és most már a technika, tehát azt jelenti, hogy az adminisztrációt kell lefolytatnunk, tehát azt jelenti, hogy működési engedélyek beszerzése és egyéb dolgok vannak folyamatban, ha megvan, akkor azonnal rendeletalkotás természetesen, amely ilyenkor szokásos, és bízom benne, hogy hamarosan az elkövetkező hetekben meg is tudjuk nyitni ezt a nagy közönség számára. A főtér fejlesztésére 360 millió forintos támogatást használható fel a település a Zöldváros programban. Ezzel párhuzamosan tervezik az ipari terület közművesítését és a bölcsőde fejlesztését is Kemecsén.